Sziasztok, Svet Zsolt vagyok, Tech2.hu műsorát nézzétek innen a Mobile World Congress 2015-ről, Barcelonából. Képen a Harman Kardonnak az Esquire mini bluetoothos hangszóróját, hordozható hangszóróját láthatjátok, ami igazán stílusosra és hordozhatóra sikerült. Amint láthatjuk, három különböző színben érhető el, amik szerintem nagyon dukálnak a mostani okostelefonoknak a színeihez. Van itt egy fekete, egy fehér, illetve egy aranyszínű modell is. Ha megnézzük körbe, mindenhol fémborítás kapott, szóval elől ez a fekete átlátszó lyukacsos rész is fémből készült. Körbe van nekünk itt egy ezüstszínű keretünk, ahol helyet foglalnak a gombok, illetve a csatlakozók, illetve hátulról megnézzük, itt pedig egy ilyen kicsit bőrszerűnek tűnő anyaggal lett ellátva a hátulja. Találunk rajta egy nagyon szép stílusos kis letámaszthatót, amit elég nehezen tudok kinyitni. De látható, hogy így nagyon szuperül le fogjuk benne tudni állítani. Nézzük akkor körbe a csatlakozókat, illetve a gombokat. Van nekünk itt egy hangerőszabályzó plusz-minusz gomb, egy telefongomb a hívások felvevéséhez, bluetooth gomb, bekapcsoló gomb. Oldalról találunk rajta egy akkumulátor visszajelző ledet 5 darab, ahol mutatja nekünk az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve szerintem ez itt, hogy tippelnem kéne, akkor a mikrofonnak egy bemenet. Másik oldalra kerültek a csatlakozók, van nekünk itt egy micro USB, ezzel fogjuk tudni feltölteni, egy hagyományos jack bemenet, hogyha kábelesen szeretnénk használni, valamint van nekünk itt még egy normális méretű USB is, szóval a terméket fogjuk tudni powerbankként, külső akkumulátorként is használni. Ha itt megnézzük a termékhez a leírást, akkor találunk, vagy látjuk, hogy dual mikrofon szisztemen van rendszerem, amit valószínűleg a hívás vagy a zajcsökkentés miatt építettek bele, illetve 8 órás akkumulátor üzemidőt fog nekünk ígérni a gyártó. Ez lett volna a Harman Kardon Esquire Mini-je, innen a 2015-ös Mobile World Congress-ről még annyit szerettem volna megmutatni, hogy az embernek igazából könnyedén a zsebébe fér a termék, amit ezt itt láthatjátok. Teljesen jól befér, szóval nagyon egyszerűen, könnyedén lehet majd hordozni. Én Svet Zsolt voltam, te kettőt néztétek, kövessetek továbbra is, sziasztok!